Rögtön mögötte. Szívem! Látjátok, ez a baj! Szóval megmutatnám nektek a vizesést, a gulfosi vizesést. Valahol ott van! Ott! Ott van! Kávézóból eljöttünk az autóig. Nyomjad már a meleget! Amúgy... Hát, nézd meg, hogy néz ki a kocsi, egy pillanatra kinyitottam a láb. Szóval... Baszki. Tényleg úgy érzem, hogy nem fogjuk megnézni ezt a gulfosi vizesést. Úgyhogy ma kimarad. Majd megnézzük térképen. Vagy valahogy. Vagy meg is másfél óra lett volna, egy és negyed óra lett volna az út, de két és fél órája utazunk már. Sziasztok! Itt vagyunk az izlandi bálna kiállításon, ahol hát szerintem életnagyságban van ábrázolva majdnem az összes ismert bálnafaj. Nagyon érdekes. És hát így ilyen, de nem tudom, én még soha nem realizáltam, hogy igazán, amikor így láttam a természetet, meg mekkorák is ezek az állatok, és így itt állni mellettük, az életnagyságú szobrok mellett. Ez nagyon-nagyon ilyen ijesztő egy kicsit. A másik teremben pedig látható az a bálna, ami a Moby Dick-et testesítette meg. Úgyhogy szerintem nézzük meg, vagy nézzük meg. Because we are the sky.
vagy három teljes napunk. Az első nap megnéztük Reykjavikot, aztán voltunk a Blue Lagoonban. A második nap voltunk az Arany háromszögben, ugyebár. És volt egy eltévedés, különösen nem eltévedés, hanem hóval való kalandunk, vagy lezárásos kalandunk. Illetve a mai nap, ami lassan vége van, mai nap voltunk a Bána Múzeumban, illetve a Reykjavikban voltunk még, és utána meg egész nap a reptéren szinte. Érdemes megnézni mindenképpen Reykjavikot vagy Izlandot, több napra jönni. Mi három napra jöttünk, én jobban ajánlanám azt, hogyha körülbelül egy hétre, másfél hétre vagy két hétre jönnétek. Pénzt hozzatok, rengeteget. Ajándéktárgyat ne vegyetek, semmilyen, még a Blue Lagoonba se vegyetek, mert a reptéren van egy olyan shopjuk és olcsóban meg tudjátok venni. Autót béreljetek, mert a helyi közlekedés az rettentő drága. Próbáljátok meg úgy megoldani az egészet, én szerintem, hogy saját magatok főztök és lakást vesztek ki. Legjobb esetben én úgy mondanám, hogy két pár jöttök, tehát négyen vagytok egy lakásban, az 120 euró per este körülbelül, hogyha egy nagyon-nagyon jó minőségű lakást vesztek ki, adott esetben legyen az Airbnb vagy bárhol. És nagyjából tudjátok a költségeket minimalizálni. Azonban arra figyeljetek, hogy tényleg azért nagyon csúnyán bele lehet csúszni egy-egy nagyobb költésbe, anélkül, hogy észrevennéd. Nagyon-nagyon el vannak szállva az árak, az éttermek azok too much, hogy így mondjam, 70 eurótól kezdődik egy emberre egy normál előétel, főétel, meg egy ital. De buták vagytok, hogyha kihagyjátok. Utaztatok egész évben, hogyha tudtok, hogy megtehetitek, az nagyon jó lenne, sajnos mi sem tehetjük meg. Nyilván egy magyar kereset az teljesen más, mint egy átlag kereset. De hogyha eljutok ide, én sajnos nem voltam teremben, de azt azért arra kíváncsi lennék. És hogyha adja Isten eljutok még egyszer, akkor próbálunk majd terembe is bejutni és nektek forgatni, ugyanúgy, hogy Görögországba vagy bármilyen országba tettük. Izland, gyertek, nézzétek, és ha éppen van időnk, akkor és pénzünk is, akkor eljutunk is. Sziasztok, köszönöm, hogy tart velük, tartottam ezt a sárpányt.